a kezikből, talán szerelmes? Azt hiszem. Hát persze, ezért nem a munkájára az esze. Egy szerelmes nőnek olyan kevés az esze, hogy azt igazán nem koszorulhatja a munkára. Csak ügyeljen, hogy teljesen el ne veszítse, mert ez egy olyan luxus, amit csak egy úriasszony enged meg magának, és nem egy szobolány. És maga nem is kíváncsi, hogy kibe vagyok szerelmes? Ez a maga privát ügyei, meg nem vagyok kíváncsi természetű. Én még ilyen cserétet nem láttam. Diszkrét, tartózkodó, udvarias és becsületes. Csupa földön túli tulajdonság. Mondjon, nem a mennyországban szolgált maga ezelőtt? Mit csinálnak ott magunk? Belítünk a vacsorás méltóságos asszonyon. Ott a parkettán? Jól is elejtett a tárcát. Eltört valami? Semmi. Ügyetlen persona. Na de miért nem gyújtják fel a csillát meg a kandellábert? A vendégek csak 8 órakor érkeznek, gondoltam, addig takarékoskodom a világítással. Na maga ne takarékoskodjon a mi zsebünkre. Mi erre hál' Istennek nem vagyunk rászorulva. Bocsánat, én erre utasítást kaptam. Na és ki adta magának ezt a kis polgári utasítást? A nagyságos úr. Hányszor mondtam már magának, hogy a főmet ne szólítsa a nagyságos úrnak, hanem vezérigazgató úrnak. Na és most gyújtsa fel a csillát. Igenis. Nekem botrány. Na és most válasz, öregem! Vagy én, vagy a mama! Figyes! Maga ingadozik? Én titkos szavazást kérek! Maga tűrjásig megesik az anyosság? Bízza rám, megkapja tőlem a magáit! Hallatlan pimasság! Kérem, vezérigazgató úr, remélem, hogy beállt... Egy szót se! Maga megsértette az anyosomat, és ezért meg kell kapnia tőlem a magáét. Hozzák a mai estére szerint. Hol van? Nem mondom, ha valami olyat produkál, amitől az anyosom tényleg elmegy a házból, nem zárom el a külön honoráriumtól. De félek, hogy ez magának nem fog sikerülni. Én mindenféleképp megpróbálom. Adja Isten, hogy már az maga meg vetkőzzék le! Bocsánat, én ilyesmire nem vállalkozom. Vetkőzzék! Mi lehet töregem? Ne kérdezzen semmit, csak vetkőzzön. Hé, de ne itt vetkőzzön! Csomagoljon össze, és hordja el innen magát. A fizetését és a bizonyítványát holnap maga után küldjük. Értem, de szabad előbb mondani valamit, nagyságos asszonyom? Nem vagyok kíváncsi semmire sem. De én mégis szeretnék valamit mondani. Te nem érdekel! Mama, hagyja! Hát azt sem tudja, mit akar mondani. El tudom képzelni. Félek, hogy nem. Úgy van, mert ehhez nincs a mamának elég fantáziája. Mert ha lenne már így összecsomagolt volna, zsitagyta volna ezt a házat. Frigyes! Mama, ne zavarja! Hagyja kibeszélni! De jó, később mi soha! Vadolj össze, Ramas! Hagyja már itt ezt a nyomorú házat! Elájulok! Mama! Mama, legyen erős! Gyere! Mert mama nem csak a cserének életét teszi tönkre, hanem ezért a szerencsétlenét is, igaz, öregem? Engem ne keverjen bele, de az magadnak nyugodtan mondja meg! Barom! Ja, most már nem égyen tovább! És most könnyű szívvel távozunk. Viszontlátásra! Csürkefogó! Halló, Mr. Szabó! Üzleti ügy a gyárban nagyon-nagyon sürgős! Már megint hát maguk éjszakosan pihennek? Rendkívül fontos, my darling! Mr. Forgács, menjen maga ki a gyárba! Hagyj egy nekem ezt a kedves embert! Na, igaz, öregem! Mama! Ez most más nem tudja elintézni, csak az igazgató. Ez a vállalat érdeke, Miss Lilian. Semmi, hát akkor menjen. Jó mulatást, Lilian! Viszontlátásra, holnap a gyárban. Hallottam, mama? Good night, old ship! Mi az a ship? Mit tudom én? Én csatahajom! Csak hogy kint van már a házból ez az apagyilkos. Én sajnálom, olyan jókat mondott. Mármint ott bent a társaságban. Kétségbejtem, fekszesz ez a nap! Mi
minden rendben van. Most még nem találom a Julist. Hogy nem találod Julist? Hát úgy, hogy nincs sehol. Jó estét. Ó, professzor úr. Kezdjük el csókolom. Ezer bocsánat a késésért, de orvos vagyok. És sürgős operációt hívtam. Ami Valérián egy igazi földrezárt angyal. Igen, még szavadba hoz. De igen, mama. A mama egy valóságos angyal. Nem is való el a csúnya földre. Yeah.
Sajnos még nem. Örre várt, szép asszony. Na most már itt vagyok. Az Isten is Juliet megérkezett. Az eme megadja a jelt, a vacsora kezdetét teszi. Helénkém, hát mit támunk? Miért voltok úgy meglepődve? Mozogatok gyerekek, asztalhoz, asztalhoz. Olyan éhes vagyok, mint a farkas. Mivel csukorodni meg a kapukás sírkére. Lehet tálalni. Igen, ez egy ilyen házasság. Hát akkor miért vettél?
Hát még magam sem tudom, olyan hirtelen egyszer csak a férje lettem. Nem kicsit, hanem nagyon. Megmondom őszintén, ezért nem nagyon törődtem ezzel a házassággal, de most, hogy megismertem magát, kezd egy csepet kínos lenni ez az egész. Miattam ne legyen gondja, én Amerikai lány vagyok. Már nem nagy dolog a vállás. Remélem, aguknál sem. Én is remélem. Hát, te is veszélyt vagy. Ez a legjobb, amit te. Akkor én már magát üttetítem, ha független is legyen. Azt hiszem, tekintet úgy. Azt hiszem, hogy holnap szabad leszek. Szabad, mint a madárok zárnak. Mit gondolnám, mire ne bárnak is menni? Isten őriz, a háziak meg lennének sértve. Én azt hiszem, nagyon örülnek, ha már elmennék. De kérem, mi magyarok rendkívüli vendégszeretőek vagyunk. Pláni ez a ház. Ők akkor lesznek a legboldogabbak, hogyha ez az éjszaka akár egy hétig tartanak. Éjszaka? Ha ők. Holnap ismét találkozhatunk. Holnap? Én nem is bírok ilyen messzi gondolni. Milyen rapszodikus az erő, arról beszélt, hogy holnap szabad lesz, mint a madár az ágon. És most nem is mer a holnapjára gondolni? Nem rólam van szó, hanem erről az egész világról. Soha nem tudja az ember, mi lesz vele másnak. De hiszen ez a szép, ez az izgató az életben, ez az örök bizonytalanság. Néhány órával ezelőtt igazán nem gondoltam volna, hogy éppen majd, és én pedig fogok összetalálkozni azzal a férfivel, aki ilyen hatással lesz rám. Hát erre én sem mertem volna gondolni. Na látja, nem szép lesz. De ez a baj, hogy túlságosan is szép. Holnap még szebb lesz. Alig várom a holnapot. Apám megnézi a gyárat, és mi ketten egész nap csavarunk majd a várunkban. Igen, csavarkunk. Ez a helyes kifejezés, azt hiszem. Engedje meg, hogy behalljak magának valamit, misztérjem. Ez volt sem, így szép ez, ahogy van. Gondolja? Nem finom, ha van másokat, mi amerikai. Nem is tudja, mit akarok mondani. Felesleges minden szó. Gondolom. A kis sok nagyobb is, mint már 100 szó. Én nem hiszem. Én Shakespeare őszinte rajongója vagyok. De én, amint most magának mondani akarok, akkor neki nem fog hallani a gőzesen. De különben se férfihez, hogy ne veszél, hanem cselekedjen. Ha de Lilien! Kedjen, úgy meg! Holnap talán megtámadnál. Nem! Holnap akarja, az más. Legyen meg, ami akar. Éreztem, hogy ez az a férfi, aki kell nekem. Még ez is?
igazgató, mégis az a korszaka, találmány zseniális ember. Milyen találmány van? Hát az, aki erről beteszik a tojást, hát ugye a kész paprikás csak. És ez föltalálja? Igen. Mi volt a ez? Hát ő maga? Ja, az más. Ő már csak a paprikát. Na és ha nem van a zseniális feltaláló, akkor is rajta van átérte. És ha nem van a igazgató, akkor is. És ha egy senki volna, egy korgus, egy közönséges cseréd, mondjuk egy vasárinos. De nem mondhatsz nekem olyanról, a gyermektől laketlen. Hát így állunk öregem. Neked őszintén bevallhatom, te is nő vagy. Azok után meg félig, meddig rokon is. Rokon? No igen, látom, hogy nagyon rokon szenvezel a papával. És azt hiszem, ő is veled. Igen, benne is sok a rokoni hajlam. Hát azt hiszem, hogy látod, itt a legjobban, ha kárfoltod magad, úgy tiért fog meg. Mit? Az öregemet. Apám derék ember? Nem kell. Jó ember? Nem kell. Pénze van? Mennyi? Sok. És mondod, hogy házasságról is lehet szó? Ha én rábeszélem, akkor igen. Hát beszél rá. Legalább anyád leszek. Legalább úgy beszél. Semmi aggodalom. És menjenek ebből a házból. Szó sem lehet róla. Ilyen olcsón nem ússzák meg. Maguk itt maradnak. Szépen letöltik a felmondási időt. Most nem leszek olyan kedves magukkal, mint eddig voltam. Jaj. Na, és most mars átöltözni, és ki a cseléd szobába. Majd megmutatom én magam. Ó, sose fáradjon maga, de mi nem vagyunk kíváncsi természetűek. Megáll az embernek az esze. Magáé, ha megállt a tegnap, különben nem tudom. De miért te hajtottad ki őket? Igen, azonnal ki kellett volna őket rúgni. Nem, erről szó sem lehet. Azért az éjszakáért meg fognak fizetni. Hogy én mit szenvedtem, és most mindig akarsz inkvizíciót tartani? Nem, gyermekem, nem kettő, hanem három hétig. Hiszen felmondani csak 15-e után lehet, és az még egy külön hét. Vigyázz, engednek! Megyek már! Ki lehet az ilyenkor? Majd meglátjuk. Na mi az? Na semmi, csak eszembe jutott valami. Lehet, hogy Kovács professzor az. Vagy mondd, fiam, milyen embernek tartotta a professzort? Hát de mit érdekel az téged? Különben hagyjuk. Ha úriember a professzor, úgyis mindent megtud. Ha meg nem az, akkor fölösleges tudnod. Mi ezek? Mit bőröndök? Na de milyen bőröndök? Rettenetesen nehéz bőröndök. Ne idegesítsen, kinek a bőröndjei ezek? Kennedyéké. Elutaznak? Ellenkezőleg, ide jönnek lakni. Isten, ide hozzá? És honnan tudja? A taxisofőr mondta, aki a bőröndöket hozta, most ment vissza a Kennedyékért a Ritzbe. Na most aztán mi jól nézünk. Hát akkor gyorsan hozzuk rendbe magunkat. Igen, mert rögtön itt lesz. Már itt vannak, mindjárt itt lesznek Kennedyék is.
Most nem szabad belépni. Nem hát. Nekünk nincs hova menni. Mi ragaszkodunk a törvényhez. Mindjárt csak a karhatalom távolítan eljön. Kegyeskedjenek kifáradni, de nem haragszanak, ugye? Boldogam! Ha ezek nem hajlandók elmenni, akkor azonnal vissza kell őket öldöztetni. Én megmondtam már az elejétől, de vele mindig csak vitatkoznak. Ezt pedig magának kell elintézni, mert maga rúgta ki őket. Ezt én nem csinálom. Én sem, elegem van a cserének uralmából. Mama! Nem, nem. Inkább leugrom az emeletről. Az se rossz, de inkább... Krisztika! Krisztika! Parancsoljanak! Na! Én inkább megindulok. Az se rossz. Nos, szóval, kedves Guszti, helyesebben kedves Gusztáv és Juliska. Nem akar most védőbeszédet mondani. Mama, ebbe most ne szólj bele! Szóval, a helyzet úgy alakult... Megengedő levélek? Kedves egyik. Szóval a helyzet úgy alakult... Ha ez hivalod, öreg! Na, szóval a helyzet... Az tüzet is? Szóval arra kérjük önöket, de hát... Mit önöket? Pardon, pardon. Ha van egy percet. Na, szóval arra kérjük önöket. Hát, mit önöket? Hát, szervusztok, gyerekek! Szervusz, öregem! Eszemből semmi szervusz. Én nem szeretem a bizalmaskodást, pláne korán legyen. Megtegyük neki! Na jó, még egyszer megteszem, de csak a te kedved ért, Henrikém, mert a Balin nem érdemli meg. Rém szemtelen volt az éjszaka. Egyébként mit pedig fel édesem? Amit akarsz, amit állom, rendelkezésedre állt. Nem olyan nagy a választék, szörnyen üzléstelen ruhái vannak. Na és én mit vegyek fel? Amit akarsz! Alright, mehetünk! Vagy te! Ilyen rendetlenségben nem lehet vendégeket fogadni. Takaríts ki szépen! Nincs és nem is lesz. Elszegöltem Talmatának azt asszonynak.
Hát akkor én most megyek ki a gyárba. Na, mi van itt? Mindenkinek van happy end, de csak nekünk nincs. Jó, bocsánat, nem számítottam vendégekre, de annál ünnepélyesebb a pillanat. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy megkérem a kedves mamája kezét. Ó, oh, Ez